Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 30-a újra egy misztikus éjszaka, a jó szellemek éjszakája. Ahogy te ezt a napot áttéled, átviszed automatikusan ezt az energiát jövő évre, mégpedig június hónapra. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Hogy miről van szó, erről beszámolok ezen a felvételen. Ha szeretnél részt venni ezen a szertartáson, e-mailen keresztül jelentkezhetsz, a díjam az 4000 forint. Itt tulajdonképpen ezen a napon, amikor kívánhatsz valamit, mert ez a kívánság megvalósul, hiszen a jó szellemek éjszakájáról van szó, tehát segítenek. Ezen a napon azok a témák jönnek elő, ami az ikrek jegyére vonatkozik, hiszen az ikrek jegye és június hónap az összefüggésben áll. Ez a szertartás óv attól, hogy valaki ellopjon valamit tőled, vagy becsapjon téged. Óv hazugságok ellen. Ami még fontos, a tanulás, a továbbképzés segít bizonyos vizsgáknál. Fontos a kommunikáció, a mozgás, a kapcsolatok, bizonyos szerződések aláírása. Ez lehet egy munkahelyi szerződés, vagy egy adásvételi szerződés is. Segít abban is, hogy nyeremény legyen, hogy legyenek jó kereskedelmi kapcsolatok, vagy utazások, változások, és segít abban is, hogy ennél az utazásnál szerencséd legyen, hogy legyenek jó kereskedelmi kapcsolatok és nyereségek. Amit még ez a szertartás kiválthat, ez a fiatalos kisugárzás, a mozgás, ez lehet sporttevékenység is. Ami az egészségügyi témákat illeti, kihat a tüdőre, vagy kihat a pajzsmirigyre. Tehát ezeknél a betegségeknél a szertartásnak van gyógyító ereje is. Mivel az ikrek jegyénél gyakran kommunikációról van szó, kiválasztottam ezt a jóslást. Ez a jóslás tulajdonképpen arról szól, hogy miért nem beszél, miért nem nyilatkozik, de most így általánosságban használjuk, amikor kapcsolatokról van szó, vagy kommunikációról, beszélgetésekről, vagy üzleti dolgokról. Ez egy általános jóslás, de ez is megrendelhető. A díjam az 4000 forint, mint minden jóslásnál. Asztrológiával együtt pedig 10000 forint. Ehhez hozzáfűzném, hogy én a védikus asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt láthatóak az érmék, utalnak az anyagiakra vagy a munkádra. Ami a baráti kapcsolatokat vagy a párkapcsolatot illeti, az érmék jelenthetik az értékeket, a belső értékeket vagy a megbecsülést. Itt látható az igazságtalanság. Ez lehet egy bírósági ügy, például egy örökösödési ügy, vagy lehetnek igazságtalanságok a munkahelyen, vagy a környezetedben előfordulhat, hogy azért tartod ezt igazságtalannak, mert nem kapod meg a megbecsülést. Pedig sokat dolgozol ezen a munkahelyen, és tehetséges vagy, szorgalmas vagy,
de ez az igazságtalanság, ez úgy megvisel téged, és nem tudod, hogy cselekedj, védjed magad, és maradj itt, ezen a munkahelyen, vagy jobb lenne talán egy munkahelyi változás. Itt látható az életerő, tehát megvan ahhoz az erőt, hogy kimond a véleményedet, hogy védd magadat, és akkor itt kialakul majd egy új kezdet. Itt rendeződnek a dolgok, hiszen te bizonyítod be magadat. Nem csak a munkahelyen, hanem a családban is rendezed, főleg az anyagi helyzetet. Ez a kép jelent egy új kezdetet, hiszen a 10-es szám ugyanúgy, mint itt is, a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Amit mindkét kártya mutat, ezek a családi kapcsolatok, de mindkét kártyának van szimbolikus jelentése is. Ez az idősebb ember, mint itt is látható, utal a múltra. Ez a szerelmes pár itt, és itt is a képen utal a jelenre. És a gyermek itt is, és itt is jelenti a jövőt. Tehát itt a múltról, a jelenről és a jövőről van szó. Ha mi a jelent éljük, akkor tulajdonképpen tudunk uralkodni a helyzet felett. Nincsenek rossz emlékek, nem kell nagyon tervezgetni a jövőt, hiszen nem tudjuk, mi hogyan alakul, gyakran kiválthat bizonytalanságokat, tehát mindig élni kell a jelent. Akkor a sors kereke kimozdul, és lesznek sorsdöntő események vagy változások. De azért figyeljünk oda erre a kártyára is. Ez jelentheti a könnyűséget, az segít, de néha jelenti a könnyelműséget, és akkor előfordulhat, hogy nem gondoljuk át a dolgokat, könnyelműen hozunk döntéseket, és az előfordulhat ebben az esetben, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Itt lesznek emlékek a múltból, azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból. Ez nagyon romantikus, és érzelmekről van szó. Szóval ugyanúgy, mint itt, szintén érzelmekről, vágyakról, elképzelésekről, sőt, álmokról és álmodozásokról van szó. Ha hiszel ebben az álomban, akkor az megvalósul. Ha nem hiszel ebben, akkor ez egy illúzió. Tehát azt ajánlanám, hogy uralkodj az álmaid felett, itt is megjelenik a hold, jelentheti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ha ezen a helyzeten uralkodsz, és megvan a hited, akkor lesz itt egy új kezdet, ami boldoggá tesz téged. Itt is látható egy új irány, sőt a cselekvések, itt előre mennek a dolgok, a tűz eleméről van szó, ami téged lelkesíteni fog, és itt van a vidámság, a találkozások, az ünnepség, az öröm, és ez jól illik tulajdonképpen az ikrek jegyéhez. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!